Balogh Mariannával, Kumadaras polgármesterével, a településen megvalósult védőnői szakszolgálaton, valamint a fogorvosi rendelőben történt felújításokról és fejlesztésekről beszélgettünk. Üdvözlöm Balogh Mariannát, Kumadaras polgármesterét. Itt vagyunk a nemrégiben felújított, megújult védőnői szakszolgálat és fogorvosi rendelő intézményében. Mit lehet tudni a beruházás részleteiről? Jó napot kívánok, üdvözlöm a Karcag Televízió nézőit. Az elmúlt évben BMS pályázat keretében 50 millió forintból újult meg a védőnői szolgálatunk és a fogorvosnak a helyisége. Itt az épületnek külső homlokzat felújítása, nyílászárócsere, vizes blokk felújítás, természetesen festés, meszelés, villamos hálózat fejlesztése valósult meg. A kivitelezést a Józsa Kft. Végezte. Jelenleg 3 védőnői körzetünk van, 2 körzet betöltött, illetve május 31-én töltötte utolsó munkanapját Farkasné Kulcsár Emília védőnő, aki egészen 74. szeptemberétől dolgozott itt Kunmadrason védőnőként. Tehát az ő körzete jelenleg megüresedett, és várjuk az ide érkező fiatal védőnőket. Bízunk benne, hogy minél hamarabb ez a 3. körzetünk is betöltött lesz. Ahogyan említettük, a fogorvosi rendelő is megújult. Ott mik újultak meg az infrastruktúrális fejlesztésen kívül? Gondolok én itt például eszközökre is. Ez a pályázat a fogorvos vonatkozásában igen, foglalt magába egy eszközbeszerzést, egy sterilizátor beszerzése történt meg ebből a forrásból. A település fogorvosi praxis tekintetében hogyan áll? Betöltött, 1 fogorvosi körzetünk van, és 2018 óta a dr. Bódi Péter fogorvos látja el a lakosságot. A lakosság visszajelzései alapján, akár a fogorvosi praxist illetően, akár a védőnői szolgálatot illetően, milyenek a visszajelzések, akik betérnek ebbe a megújult, megszépült épület együttesbe? Hát számomra csak pozitív lakossági visszajelzések érkeztek. A doktor urat nagyon szeretik a lakosok, az asszisztens hölgyet is, ő egyébként kunmadarasi, és a védőnökkel kapcsolatban is csak jó visszajelzések érkeznek. És amikor meglátják a felújított, megszépült épületet, akkor rácsodálkoznak, esetleg ezen a területen milyen visszajelzések érkeznek? Hát nyilván mindenki örül neki, mégiscsak egy régi patinás épület ez, ahol jelenleg vagyunk, úgyhogy nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, hogy fel tudtuk újítani ezt az épületszárnyat is.